És a következő előadónkat kérem fel, dr. Buza Lászlót, az Országos Élelmiszervizsgáló Intézetnek az igazgató főállatorvosát, hogy a reziduumok az állati eredetű termékekben és hatósági intézkedések című előadását tartsam. Kedves kollégák, kolléganők, tiszteletbeli kollégák és ápoló tagok, mert a Magyar Állatorvosi Világszervezetének jó pár olyan tagja is van, aki nem rendelkezik állatorvosi végzettséggel, mert ő még lehet rendes ember, ahogy nálunk mondani szokták. Nagyon kellemes dolog így szünet, ebéd, vacsora előtt előadást tartani, mert csak az igazán megszállottak maradtak itt, és ez így is van, és ha megengedik a címet, azt kaptam nagy tiszteletű szívvel elnök úrtól, és a címmel tudok azonosulni az utolsó részét eltekintve, miszerint hatósági intézkedések. Ebből adódóan nagy tisztelettel egy szavazásra kérnék szépen a teremben ülőket. Legyen kedves azt felnyújtani a kezét, aki hatósági ember az itt ülők közül. Köszönöm szépen, látható kisebbség, gyakorló állatorvos, látható többség, a tudomány oktatás képviselője, matematikusok elhanyagolják, de itt vannak. Fogyasztók! Köszönöm szépen! Tehát az intézkedésekből én a hatósági szót, hogy leszűkítsük a kört, kihúznám, és a továbbiakban akkor általában a reziduumokról, maradékanyagokról, és az ezekkel kapcsolatos intézkedésekről szeretnék beszélni. Mivel olyan állatorvosos az egész történet, és ha megnézzük a meghívót a programtervet, minden nagyon állatorvosos. Mikoplazmát, ugyan kimaradt belőle, bocsánat, de mikobaktériumtól kezdve akinobacilluszig, telepmenedzsment, alternatív gyógyászat van. Nekem meg kéne magyarázni, hogy mit keresek itt. Erre teszek kísérletet, de mivel nem tudtam, hogy neves előadó urak mivel készülnek, egy kicsit én is készültem versekből, nyilván abból a speciális aspektusból, ami az élelmiszeres oldalát illeti. Tehát Frissnyák Sándor úr, aki a történeti magyar földrajz kiváló ismerője, 1910-ben azt írja, hogy verset Temes vármegyének, önálló törvényhatóságú városa volt, 27 ezer lélekkel, akkor is több nemzetiségű település volt, de ami nekünk nagyon fontos, legtekintélyesebb bortermelő helynek nevezték az időtájt ezt a területet, a Verset fehér templomi borvidék kapcsán, tehát élelmiszeres vonatkozása egyértelmű. Azt is tudni kell, hogy a filoxéna kiirtotta itt a szőlőt, és ebből adódóan más tevékenységekbe is bele kellett kezdeni az itt élő kiváló embereknek, gépgyár mellett keményítőgyár, gőzmalom, és az ország 8. legnagyobb bármítja működött itt valamikor, akik emlékeznek még a szép emlékű kirendeltségekre, az ottani szakmai műhelyekre, tudni kell, hogy itt egy 16 állatú szintélekkor született, és innentől mennénk be a szakmába, és azért tettem fel a Csak felnőtteknek című figyelmeztetést, mert tényleg így gondolom. Aki úgy érzi, hogy érzékenyebb lelkületű, hiszen a reziduumokról és az ezek által okozott borzalmas dolgokról lesz szó. Nyugodtan minden harag nélkül tegyenek, hogy elhagyja a helyiséget. Aki viszont még mindig megszállottan úgy gondolja, hogy itt marad, akár közelebb is jöhet, mert a képeken, amelyeket látni fogunk, lesznek olyan részek, amiket csak közelről lehet látni. Gyakorló állatorvos kollégáimhoz, kortamhoz, értőkhöz fordulok, menjünk végig a következő bemutatón, és meg fogom kérdezni, hogy mi a mi diagnózisunk. Általános állapot jelen van az borzongás, elesettség, fáradékonyság, kimerültség, rossz közérzet, étvágytalanság, gáz, minden betegség így néz ki. Kültakaró, bőr, bír, kiütések, néha ödéma duzzanak, meleg, viszket, fakarózik, és esetleg ilyen képeket látunk. Lehet látni egyébként a képeket hátulra? A duzzadt bőr lábon tulajdonképpen az eritémák mellett savós váladék csurog az orrból, makulózus exantéma a helyes megfelelés a dolognak, és a szem környékén látható, ő egyébként nem kínai, amit ott látunk, de ilyen ödémás lett a szem környéke. A fejen, a szemen, konjunktíva környékén ezeket a bőr elváltozásokat lehet látni, amellett a tűzszögés,
és egyéb váladékcsúrgás minden létező testnyírlásból. Szívkeringés, légzés kapcsán a pulzussal, a vérnyomással, arritmiával és tulajdonképpen szatora légvétellel találkozunk. Továbbiak a hasi panaszok vannak, a bentmenes fiú mondjuk nem ettől a betegségtől hány, amiről szó van, de van hányás, és egyébként a nyálkártyák végül kiszáradtak. Melkasi panaszok vannak, tahipnoe, stridor, melkas röntgen, illetve képalkotó eljárásokkal vizsgálva a kardiomegália, illetőleg a halk szívhangok szájadék felett színű diagnózisokat látjuk. Idegrendszeri tüneteink is vannak, amelyek az alternál tudat, beszűkült tudatállapot, dezorientáció, tudatzavar, szomnolencia képen foglalható össze, egyéb mentális zavarokat tapasztalunk. Lényeg az izgatottság, hisz ez a gyermek borzalmasan kétségbe esetten sír, és amellett az adószékonyság és a mozgászavar is jelentkezik, idegrendszeri tüneteket és még jelentősebb bőrtüneteket látunk. És tulajdonképpen a kültakarót tekintve ezeket a sertés lenne, afrikai sertéspestéstől kezdve sok mindenre gondolhatnánk. Megkérdezem, hogy van-e valakinek diagnózisa a sorok között ülünk? Parancsolj! Nagyon jó! Még valami esetleg? Azért ettől egy kicsit többről van szó, hiszen anafilaxia a diagnózis, ami természetesen kiváló meglátással lehet, penicillin okozta anafilaxia is. Lényeg, bármely életkorban, bármely nemben jelentkezhető szisztémás reakcióról van szó. Mi okozhatja? Darázscsípés, rovarcsípés, méhecske, korszövetbeli képen a bélerek károsodása szépen felismerhető, különböző betegséget okozhatják, amikor infúzió, transzfúzió kapcsán jelentkezik ez a dolog, és a kémiai pórolók, amikről beszélnünk kell, ezek között is antibakteriális szerekről, amellett ezek maradékanyagairól, élelmiszerek tartósítóiról, maradékanyagairól, az azokban lévő, be nem azonosított fehérjékről. Úgy gondolom, hogy innentől kezdve érdemes a rezidumokról beszélni, hiszen ha ezek ilyen komoly kórképeket okozhatnak, akkor helyén való, hogy az állatorvos tudomány, aki ennek egy részét felügyeli, tisztában legyen, vagy legalábbis egy pillanatra koncentráljon erre a részre. Az élelmiszer eredetű megbetegedések, zoonózisok felhúzamát többen vizsgálták, de elmondható, hogy az élelmiszer eredetű megbetegedések halmazában benne vannak a zoonózisok, és benne vannak az élelmiszerek által közvetített kémiai anyagok által kiváltott betegségek is. Alapvető társadalmi érdek az, amire minket állatorvosokat szemeltek ki, hogy a fogyasztókhoz juttatott élelmiszerek kémiai szennyezettségét azon képzésből adódóan és azon gyakorlatból adódóan, amin átestünk, illetve amit folytatunk, a lehető legkisebb szintre csökkentsük. Az itt látható képeken az állattenyésztés, az induló állatszállítmányok és az érkező állatszállítmányok érkeztetését, ellenőrzését végző kollégáinkat látjuk, de erről a korábban Bognár doktor kiváló összefoglalót adott. Elmondható az is, amiről az előző előadás volt, hogy ezt a nagy feladatot az úgynevezett önellenőrzési rendszerek, a HACCP rendszerek kapcsán lehet megvalósítani. Én messze menőkig hiszek az önellenőrzési rendszerekben, és úgy gondolom, hogy ebben lesz a jövő, de megint szeretnék egy kérdést intézni a tisztelt hallgatósághoz. Kinek van jogosítványa képjárművel vagy motorkerékpár az itt ülők közül? Köszönöm szépen! Természetesen mindenki minden reggel, vagy amikor kékocsijában megnézi, hogy keréknyomás, izzókészlet, elakadás jelzőn háromszög, visszapillantó tükör, stb. Stb. Személyes állapotáról nem is beszélve, és biztos, hogy bekapcsolja a biztonsági övet, mielőtt rendőrt lát, vagy villogó kocsi jön vele szembe, hiszen ebben az esetben az ő saját egészségéről van szó. Nem többről, csak a saját ilyen-olyan életéről. Na most, ha ez így igaz, akkor barokkos túlzásnak tűnik erre a populációra azt a felelősséget róni, hogy a maga egészségét így kezelve felelősséggel gondolkozzék
a többi ember egészségéről. Visszautalok a címre, ha csak az önellenőrzés és a piac minden felett el fog hosszú távon érvényesülni, ennek nagyon rossz vége lesz. A hatóságoknak nagyon-nagyon nagy küldetése, feladata, és a hatóságot felkészítő oktatásnak, tudománynak még nagyobb feladata van ebben a témakörben. A takarmány élelmiszer összefüggést többen vizsgálták. Stabil tankönyvi adatok állnak rendelkezésre arról, hogy például a mikotoxinok közül az aflatoxin egy csodálatos színe változásán megy keresztül az állati szervezetben, és az aflatoxin B1-ből M1 lesz az állati szervezetben, és az jut át az emberbe. Emellett millió más dolog van, a nehéz fémektől kezdve növényvédőszer maradékokig, amikre számítani kell. Tehát a láncban gondolkodásnak helye van, nagyon nagy helye van. Nekünk adatott az a megtiszteltetés, hogy az állattartó teleptől a kész élelmiszerig láthatjuk ezt a dolgot. Erre készítenek fel, erre oktatnak. Természetesen nagyon jó klinikusok is lehetnek belőlünk, és ilyen szellemi szakmai hajléktalanok, mint az élelmiszeri klinikusok. De higgyük el, hogy összességében a szakma bírja az élelmiszerlánc felügyeletét, és ezeket az egyenleteket, ezeket az algoritmusokat, tulajdonképpen a carryover hatásokat szépen megtanultuk a takarmányzásban, és tudjuk kezelni. Az állatgyógyászati készítményekre térve nyilván nem lehet sikeres egyetlen egy terápeuta sem, amióta Sótonyi professzor előadásából hallottuk, hogy a csak alternatív homeopatikus gyógyászat mellett csak oda kellett nyúlni a kemikáliákhoz. Ezek a segítségünkre vannak, de a bejuttatott állatgyógyászati készítmény, és még csak a direkt bejuttatott készítményekről beszélek, azok nem múlnak el nyom nélkül az állati szervezetben, és természetesen a végtermékben, amit az állattól nyerünk, megjelennek és megjelenhetnek. Az előbb az anafilaxiáról beszéltünk. Az állatgyógyszereket bejuttathatjuk direkt formában, és bejuttathatjuk takarmányok útján. A takarmányok útján bejuttatott állatgyógyszereket tartják megfelelő menedzsment mellett a legjobb bejuttatási módszernek. Gyakorló állatorvos is vagyok, hogy a kisfiam mondja, rendes állatorvos is voltam még 2 évvel ezelőtt, és egy szakállatorvos képzésen, ahol klinikus kisállatgyógyászokat képeztek, nagyon-nagyon örültem annak, hogy rengeteg humán készítmény felhasználási lehetőségére fölhívták a figyelmünket, kesztelésből tartott állataink terápiájában, helyén való. Az is igaz, hogy ezeket a humán készítményeket használják a lópraxisban is, helyén való, de amikor én egy ilyen készítményt használtam, akkor lemondtam arról, hogy ezt a lovat élelmiszer céljára valaha, valamikor föl lehet használni. Azért mondom ezt, mert állatgyógyászati készítmények között gentamicin kaptam injekcióból, most nem tudom, mert 2 éve nem voltam állatgyógyszerben, 4-5 készítmény volt a piacon. Nevesítem, Aligent, Vetrigent. Az Aligentnek 40 nap az élelmezés egészségügyi várakozás ideje, a Vetrigentnek 5. Tehát az adott készítmény abban a formában, ahogy elkészítették, amilyen videóanyagból készítették, amilyen vizsgálatokat végeztek rá, annak alapján mondható, hogy ilyen élelmezés egészségügyi változás idővel bír. Humán készítményekre a büdös életben nem végeztek, gentamicin, soha nem végeztek ilyen vizsgálatokat. Vissza fogunk térni erre a témakörre, de tudni kell, hogy amikor az állatorvos a fecskendőhöz vagy a recipéhez nyúl, akkor nagyon-nagyon fontos döntéseket hoz. Az is alapelv, és Paracelsus óta mindenki egyértelműen vallja, hogy minden kémia anyag tulajdonképpen méreg. A méreg a dózis függvénye, ezt többen mondták, erre többféle leírás is látható. Nézzük az aszpirin esetét, ami alapvetően, ha nem érzékeny rá az ember, olyan nagy gondot nem fog okozni, de dózis függvényében bizony erős mérgezési tüneteket is ki tud váltani. A méreganyagok nélküli világ az ma olyan enyhe utópiának tűnik,
legalábbis Mórusz Tamás művei biztos, hogy olvasnom kellene hozzá, mert az a finom kávé, amit itt az előbb a büfében Sotonyi professzor úrral ittunk, hát abban legalább 10 mg mikotoxin volt. Ezen semmi gond, hogy a határérték alatt van, nem vagyunk érzékenyek, nem zsírban oldódó anyagról van szó, és ugye testesebb embereknél akár dusulhat is a történet, de nincs méreganyag nélküli világ, nincs méreganyag nélküli. Gondolom, hogy mégis túléljük az életet, meg kell határozni olyan paramétereket, amelyekkel ezt a problémát kezelni lehet, mivel stabil tanulmányi adatokról van szó, a kimutatható biológiai hatásra nem rendelkező dózisokra vonatkozóan, az elfogadható napi bevitelre vonatkozóan, valamint a határértékre vonatkozóan, és az élelmezési várakozási időre, ezért erről most itt nem beszélünk. A HACCP-ről kiváló előadást hallottunk, elvileg ezzel oldjuk meg ezt a problémát, de lényeg, hogy olyan világméretű gondról van szó, amelyről természetesen az egészségügyi világszervezetnek is különböző bizottságai keresztül foglalkoznia kell, és ugye nagyon szépen megfogalmazták, tudatos szennyezőt is okozó szándéktól függetlenül is itt vannak a létünket, környezetünket, élelmiszerünket szennyező anyagok. Nagyon-nagyon keveset tudunk arról, akik gyógyszert használnak, szerencsés helyzetben vannak, hogyha elvégezték a gyógyszerek interakciójára vonatkozó vizsgálatokat. Legjobb az az, amikor összeszívom és már látszik, hogy túrós csapadék, akkor ugye nem szerencsés applikálni, de azért érdekes dolgok történnek oda bent a szervezetben is. Erre vonatkozóan nagyon-nagyon-nagyon keveset tudunk. Tehát amikor választok készítményt, mivel adom be, mi lesz oda bent, hát egyedül a jó Istennek lehetnek róla információi is. Ami biztos, legalább 11 formában lehet összefoglalni azokat a kortani közegészségi vonatkozásokat, amiket a reziduumok az élelmiszerekben lévő maradékanyagok okozhatnak. Lehet hevenyérgezés, félheven krónikus, illetve mikrotoxikózis, ezeket szépen látjuk, gyakorlatilag klinikai képen jelentkeznek nagyon hamar. Vannak fedett lábvált elváltozások, mutagenitás, daganatképző, karcinogén és egyéb hatások, ezeket kiváló orvosok kollégáik tudják szépen behatárolni. Vannak a szaporodó képessége, allergiára, ezekről beszéltünk, immunszupresszív hatással bíró hatásai is, de mindenféleképpen tudni kell... Ha a mikrofon nélkül beszélek, lehet hallani? Nem, nem, nem. Igen. Súlyban majdnem. Tehát visszatérve, ebből adódóan nem működik a rendszer csak úgy, hogyha valamilyen elhárítási rendszer van erre kidolgozva, ezeket nevezzük monitoring programoknak, amelyekből többféle van. Azaz véletlenszerű, megfelelő szabályozás mellett véletlenszerű mintavétel hamisítástól védett mintaszállítás, feldolgozás adja a lehetőséget arra, ami a lényeg, az ezekről nyert eredményeket folyamatosan értékelni kell, és ki kell terjeszteni a vizsgálatokat újabb és újabb helyekre, amelyeket kiváló jogszabályok határoznak meg. Milyen szerekről van szó? A, B csoportra osztják őket a hazai és közösségi jogszabályok, a tiltott szerek az első csoport, a második az állatgyógyászati szerek, tehát megint rólunk van szó, és az állatgyógyászati szerekből lehet valamennyi antibakteriális, egyéb készítmények, illetve a környezet szennyező dolgokat is alattunk tárgyalja. Ne feledkezzünk meg sohasem azokról a radiológiai szennyező anyagokról, amelyeket az ember tudatos vagy véletlenszerű tevékenysége idéz elő. Csernobil óta ugyan jelentősen zsökkent a háttérsugárzás, de múlt esztendőben is a csernobili határérték van még mindig érvényben közösségi szinten, ezt nem vették lejjebb, de a szokásoshoz képest ugyan határérték alatti, de tízszeres mennyiségű bombákat hoztak be az egyik tagállamból Magyarországon. Igazából az előbb említett rendszerekben keletkezett információkból a klasszikus kockázat, becslés, kockázat, kezelés és kockázat kommunikáció dolgait is el kell végezni, de ez egy külön előadást megérne. Összefoglalva, kémiai szennyezőanyagoktól mentes élelmiszer előállítás ma nem reális követelmény.
pár szó a tiltott hozamfokozókról. Ez igaz törvényekre, igaz az állami termékekre. Ezeknek a tiltott hozamfokozóknak például a férfi nemi hormonoknak áldásos hatását hölgyeken is lehet látni. Ezek az erotikus képek hölgyekről készültek. Lehet ezt látni? A bétaagonistáknak nagyon sok jó hatása is van, hiszen az asztma kezelése nem igazán lehetne megvalósítható nélkülük, de egyébként, mint hozamnövelők tiltottak, és ugye ezek a testépítő szerek is, egyéb más progeszteron készítmények is ide tartoznak, valamint az ösztrogén készítmények, stilbének, tranquillánsok. Magyarországon évente 3514 mintát vizsgálunk meg, ez mindig a termelés volumenétől függ. Összességében elmondhatjuk, hogy nem találtunk tiltott hozamfokozó szereket a termékeink között. A második csoportban az állatgyógyászati készítmények tartoznak, klóránfenikoltól dimetildazolon át, és amit oda tettem, az a MITAC nevezetű növényvédő szer. Ezt azért tettem oda, van itt méhész közöttünk? Méhész. Így van, te ismered a dolgot. Így van, de ez egy növényvédő szer, amikor nem lehet amitráz tartalmú állatgyógyászat használnak a méhészek, hiszen amitráz, és nyilvánvalóan megtaláljuk, ugyan kezelési naplóban dokumentálva egy deka más állatgyógyászati készítmény nincs beírva, de mégis ott van a mézekben. 2500 mintát vizsgálunk, múlt esztendőben nem volt kifogás volt. Az Állatorvosi Rezidológiai Egyesület az Amerikai Egyesült Államokból segíti ennek a szakmai körnek a munkáját, és az ő jóvoltukból megfelelő weblapokon elérhetünk olyan információk a klinikai tünetekre vonatkozóan is, amelyek segítik a dolgainkat. Gentamicin, Ivermectin, róluk beszéltünk már. Penicillin a maga korában, amikor bejött, csodálatos lehetőség volt, és az üzlet rá is csapott, és működött is egy ideig, de pillanatokon belül jelentkeztek a már korábban bemutatott anafilaxiás reakciók. Elmondhatjuk, hogy állatgyógyászati szermaradék szintjén azért nem ilyen a rózsás helyzet. Áldott vagy áldástalan tevékenységük kapcsán azért a szűrővizsgálatokban találnak kollégáink. Valonti esetében múlt évben 16, húsipari mintában 28, szarvasmaradé esetében 5 mintában volt határérték fölötti, de engedélyezett állatgyógyászati készítmény. Pesticidek. Beszéltünk róla, hogy az állatorvos az igazából hozott anyagból dolgozik. Tehát az élő állatra vannak információi, a takarmányozás körülményeire is vannak információi, de azokat az úgynevezett talajszülte vagy talaj eredetű betegségeket, ezt is használja ma már a szakma, ezeket csomagban kapja. Beszéltünk élelmiszerlánc információról. Természetesen a gazdaságtól, az élőállattal együtt eljön hozzánk. De azok az előzmények, amelyek a termőföldi gazdálkodásban, nem megfelelő gazdálkodásban el lettek követve, vagy nem lettek elkövetve, azok mind benne vannak ebben a hozományban, és természetesen a pesticidek horrorisztikus elváltozásai tudják ártatlan gyermekeken véghez vinni. Immunszupresszív hatásokról is természetesen beszélni kell az előbb bemutatott mutagén és teratogén hatások mellett. Az a nagy számú bőrprobléma, amivel a mai kor embere bír, gomba itt, gomba ott és viszket vakarozik, biztos összefüggésben van azzal a környezettel, amit mi magunknak alakítunk, legyen az élelmiszer környezetünk vagy a klasszikus környezet. Teratogén hatásokkal legalábbis a Holstein-Friese bőrbe bújtatott fej nélküli dologra lehet, hogy többen is találkoztunk, illetőleg a fent látható limuzin előfordulnak az emberi szervezetben is. Tehát beszéltünk talaj szülte betegségekről, rezidumok szülte betegségekről, és lassan eljutunk majd a foodborne betegségekig. De most azért szeretném ezt bemutatni, mert ezeket az Élelmiszerlánc Biztonsági Elnök helyettes felügyelete alatt a növényegészségügyi kollégáink vizsgálják. De ezt a hozott anyagot, amit benyeltünk,
nekünk is vizsgálni kell. Tehát állati eredetű termékekre közel 3000 mintát vizsgál a szolgálat, és határérték felettit nem találtunk, de határérték alattit, azaz valamilyen jelenlétet lehet látni az élelmiszereinkben. Klórozott szénhidrogének közül a DDT-nek a nyomai, illetve pontosabb, bocsánat, tehát a DDT-nek a nyomai még mindig itt vannak a táplálékrendben. Ha környezeti szennyezőkről kell beszélnünk, akkor a nehéz fémek által okozott vérképző szervi tünetek nagyon-nagyon nagy számban fordulnak elő a humán populációban. A Magyar Állatkísérleti Szolgálat 3300 vizsgálatot végez ezekre a nehéz fémekre, és el tudjuk mondani, hogy az ólomvizsgálatok 0,5%-ban pozitívak, ólommentes benzinnel járunk 12 éve, és a kadmium vizsgálati eredmények 0,7%-ban kifogásoltak még most is az állati eredetű élelmiszerekben. Táblázatosan összefoglalva láthatóan a vadhús mintákhoz képest nagy számban, a baromfi minták kisebb számban, és a szarvas marhaiban életkora és a célzott májvese vizsgálat ugyan mutatja a nehézfém jelenlétet. Romániából származó jó izommintában találtunk még egyébként kadmiumot. Mikotoxinok. A mikrobiológia könyvben a mikroszkopikus gombákról, amikor mi tanultunk, terjedelmi okok miatt nem sok kerülhetett be. De meggyőződésem, hogy egy olyan területtel állunk szemben, amit meg kell ismernünk. Sokkal nagyobb figyelmet kell fordítanunk az egyébként makroszkopikusan szép gombákra, és főleg az anyagcsere termékeinkre, aflatoxinra, okratoxinra, fuzáriummal nyilván mindenki tisztában van, és a olyan toxikus anyagokra, amelyek a mindennapokban, az előbb említett hozott csomagban, az állatokba transzformálva, hogy közvetlenül az emberi szervezetbe kerülnek. Valami mintát találtunk cikória kávéban. Tengeri biotoxinokról és egyéb más biogén anyagokról is beszélnünk kell. A tengeri biotoxinok a magyar táplálékláncban, hát amióta ugye nincs kikötőnk, tengeri kikötőnk, azóta kisebb jelentőséggel bír az össz magyar populációra vonatkoztatva, de a hipermarketekben csodálatos teríték kínálat van, hol így, hol úgy jégen, jég alatt, jég mellett, és ebből adódóan ugye ezekre az anyagokra is figyelmet kell fordítani. Bénulást okozó és egyéb más tudatállapotot befolyásoló toxinokról van szó, ami bekerül közvetlenül az állati termékkel az ember szervezetébe, vagy a nem megfelelően tárolt tengeri herkentyűkből készített állati takarmányozás a szóló lisztekben, majd transzformált formába kerül be a táplálékláncba. Dioxinról, múlt esztendőben volt róla szó, de tudni kell, hogy borzalmas dolgokra képes. Azt is tudni kell, hogy relatíve kis mintaszámban vizsgáljuk. Magyarország esetében a 2006-os közösségi ajánlás szerint 37 mintát kell vizsgálni állati eredetű termékekre. Nagyon-nagyon bonyolult a számítása a mért paraméterekhez, hiszen kongénerek szorzatával kell meghatározni azt a milliomod résznyi szennyezőanyagot, de az egyik legkeményebb mérgek közé tartozik, és a mai napig az úgynevezett target limitet nem sikerült a közösségnek meghatározni, pontosan azért, mert múlt esztendőben a ma már mindenki által kívülről ismert kuarumi kapcsán nagyobb mennyiségű terhelés érte az európai közösség tagállamait, ahol legalábbis foglalkoztak vele, erre biztos, hogy gondolnak. És a környezeti szennyezettségekről is beszélni kell, a nehéz fémeken túl. Hát füstokádóból nem csak süsű létezik, hanem mi, akik dohányzunk, és a kémények. Szeminthegyek vesznek bennünket természetesen körbe, ezt mi magunk csináljuk, nincsen ezzel semmi gond. Elhiszi mindenki, hogy a világ legtermészetesebb dolga,
valahol egy dél mediterrán országban üvegben csomagolt ásványvíz fogyasztása egy falusi kis vendégükben, és abszolút nem érdekli az a környezeti szennyezés, amivel ezt a buborékmentes vizet, mert a nyomorultnak halványvilla ibolyája nincs róla, hogy Magyarországon a víz iható. Kisebb körzetekben van az arzénnel gondolni, de a vízünk iható. És nagy eleganciával megrendeli a vizet, a kocskot, amivel a víz ki lett termelve, ide lett hozva, a kocsi visszament, és amivel azt az eldobható üveget majd valahol valakinek valamikor, hát hogy is mondjam, el kell tüntetni a szemünk elől. Hát aztán eldobálunk mindent, repülővel járunk jobbra-balra, néha belevágunk a barátság kőolajvezetésbe. És hát természetesen csinálunk direkt akciókat is. Hát a füstölés az egy régi magyar módszer. De hogyan füstöltek régen és hogyan füstöltek ma? Ha érdekel a hallgatóságot, szívesen a következő ilyen világszervezet ülésre csinálok belőle egy összefoglalót. De ezek az úgynevezett polialomás szénhidrogének, amelyek a füstöléssel jutnak az élelmiszereinkbe, természetesen ezek sem hagynak, pontosabban ezek sem mennek ki a szervezetből nyom nélkül, de ezekről majd, mintha van a lehetőség később. Összességében elmondható, hogy ha az ember emésztő rendszerének egy részét vizsgáljuk, akkor az előbb említett anafilaxiás gyors reakciók mellett ezek a maradék anyagok, ha keresztül mennek az emésztő csatornán, hát polipot biztos csinálhatnak, egyéb daganatos elváltozásokat, megteremthetik a talajt a bakteriális infekcióknak, amellett ulceratív hatással is bírnak, és hasonlóan, mint a warfarin, természetesen az anyai szervezetben lévő, ott növekvő gyermekre is hatással vannak. A következő molekulát felismeri itt valaki első körben? Ez a 2,4,6 triamino-1,3,5 triazint. Pedig 2006 decemberre óta Amerikában biztosan ismerik, 2007 januárja óta Európában is ismerik, és 2008 augusztusa óta, mióta vége a kínai olimpiának, az egész világon ismerjük ezt a molekulát. Ő a melamin. Így van, nagyon jó. Ha megnézzük, ez a drága jó melamin fekete ábra van itt, ott fent az a golyós modellel összerakva, 61%-ban nitrogént tartalmaz. Ez volt az a nagy kísérlés, mint Évának az alma, ami kiváló kínai barátainkat arra készítette, hogy nocsak, hát a fehérjéket első körben hogy is ellenőrzi? Össznitrogén. Na bum bele! És olyan becsapásnak lett a világ az áldozata, amiben elkezdték a fehérjéket hamisítani. Azt a háromszöggel záródó molekulát, ami középen terül el, azt meg egyébként cipromazin ismernie kellene. Ismerős esetleg valakinek a cipromazin? Szívférgesség kapcsán voltak próbálkozások ilyen hatóanyag tartalmú készítményre, és valamelyik, hát valamelyik országokban bevezetve is volt, ennek is az egyik lebomlási terméke a melamin. Na de, a melamin erre való műanyag erényeket kell belőle gyártani, egy kis formalinnal valamilyen gyantát csinálnak, és egyébként az a kis pirossal jelölt kínai tartomány a melamin ős hazája. Így nézni borítva, ilyen brutális nagy zsákokban hordják, körülbelül 125 forintba kerül egy kiló, hogyha valaki a melamin nagykereskedésbe vásárolni akar. Összességében elmondhatjuk, hogy az előbb említett dolgokra használják, és ahogy mondtam már, használja az állatorvosi praxis is, és a toxicitásáról azt kell tudni, hogy a konyhasóval egyenértékű toxicitási eredmények voltak korábban a melaminra, felnőtt szervezetre, illetve állatkísérletekben, egyedül orosz barátaink tettek le az asztalra egy ilyen cianosavvá alakulási folyamatot, és ott beszámoltak némi nemű kutyuti problémákról, és meghatároztak patkányokra, meg egerekre különböző határértékeket. Krónikus toxicitását is vizsgálták,
Vesel úgyutak kapcsán egy nagyon egyszerű kémiai reakcióval kövek képződnek ebből a mocskos anyagból. Amellett esetleges daganatképző hatásáról is írnak. Ha vissza 2006-ra, az Amerikai Egyesült Államokban közel 3000 keprölésből tartott kutya-macska vesztette életét, gazdák sírtak, állatorvosok idegeskedtek, kutatók nézték az okát, míg nem rájöttek arra, hogy a kutya eredetekben valami van. Ugyanebben az időben Magyarország Remény utca 42, a központi takarmányvizsgáló laboratórium munkatársai vizsgálnak állati takarmányokat, és azt látják, hogy hát ez nagyon jó, hát olyan csodálatos össznitrogénje van, hogy ettől robbant is fog valami. Robbant is, mert az állatok tépeményképessége elmaradt. Visszajött a takarmány aminósav analízisre. Az ott a nitrogén tartalomból következtethető aminósav analízisre szemben 15-16%-nyi valós fehérjét találtak. Valami van benne, de nem tudjuk, hogy mi az. Kiváló amerikai barátai 2007. januárjára megtalálják, beazonosítják a melamin molekulát, szerintük ez sugárs nélkül nem ment. De legyen így, megtalálták. Utána előzhetjük a mintáinkat, és mi is megtaláltuk benne a melamin, de még mindig volt benne olyan rész, ami azzal a vizsgálati módszerrel, amit az amerikai hatóság nitrogénünk. Ugyanis, ha visszamennénk a molekulához, egy gázkromatográfos vizsgálatot vezettek be, ami konkrétan a melamin monomernek, ennek a 6 nitrogénes fenolra emlékeztető molekulának a kimutatására szolgált, az alapnak, a pornak. De Kína érezte, vagy legalábbis azok, akik Kínában ezzel foglalkoznak, hogy itt valami nem tiszta, és rájöttek arra, hogy az össznitrogén az úgy is megvan, ha nem monomert teszünk bele, hanem a polimert ledaráljuk. Tehát magyar vizsgáló laboratóriumban 2007. februárjában hagyományos, az öreg Zeiss-től örökölt mikroszkóppal be tudtuk azonosítani azokat az alakzatokat, amelyek ebben a műanyag ledarálásban keletkeznek, és meg volt a maradék nitrogénünk. Tehát Kína egyszer fehérje helyett magát a monomer, és a polimer is beleteszi. Egyébként ezek voltak azok a kutya konzervek. Amerikában a mai napig nem tudjuk a választ, mert az első, ma lehet, hogy ma már úgy gondolják, hogy felelőtlen hírek, beszámoltak 30 ezer sertés érintettségéről, nem tudom én mennyi szarvasmarha érintettségéről, és majd valamit hoz a hatóság. Az FDA nem igazán mondott azóta se semmit, hogy mi lett ezekkel a haszonállatokkal. Egyébként Kínáról azért érdemes beszélni, mert az olimpia után egy-két gyermekről jöttek a hírek, akik betegeskednek, vagy utána tömegesen több tízezer, 60-70 ezer gyerekről szóltak a hírek, több halálos áldozatról, de tény, hogy Kínában az olimpia végéig 21 tabu téma volt. Az egyik tabu téma a melamin volt. Az a cég, akit később megneveztek a melamin szennyezettség okaként, annak a cégnek a termékét fogta a mi hatóságunk is, és az amerikai hatóság is 2006-ban. És véleményünk szerint az már a módosított hamisítás volt, tehát a monomer után a ledarált polimer, tehát úgy gondoljuk, hogy az élelmiszerláncban korábban bent volt ez a mocskos dolog. Képalkotókkal, illetve makroszkópikusan kínai gyermekekből ezeket a úgy köveket találták a vizeletben, ezt az üledéket állapították meg, és ezek a gyermekek ilyen kezelésben részesültek, és sajnos többen meg is haltak, mert ez a White Rabbit és egyéb más termékek gátlástalanul tartalmazták ezt a szándékos, mérgező anyagot. Pozitív példaként teszem fel a Szigetországban működő kerbeli céget. Az egyetlen cég ma az európai közösségben, hogy visszahívom az összes termékemet, amit kínai, tajvani üzemekben előállított tejkorból csináltam. Az összes többi multi cég a mai napig jól fizetett ügyvédek körében járja a világot és hirdeti a mindenek feletti élelmiszerbiztonságot, és ezt a szükséges lépést nem teszi meg.
Muszáj oda eljutnom, hogy mindenkinek megvan a keresztje, és én szerintem a húsvizsgálóknak rohadt nagy keresztje van. Jelenleg felkenve, egyedül a húsvizsgálati döntést hozó hatósági állatorvosban, hogy azt a mondatot, ami úgy szól, hogy fogyasztásra feltétel nélkül alkalmas, ezt kimondja, vagy rátegye a húsbélyegzőt a húsra. Semmi más nem kérek az itt ülőktől. Mielőtt hanyag eleganciával újra borjuk a húsbélyegzőt a húsra, vagy kiadjuk a húsbélyegzőt, hogy felügyeletünk alatt tegyék fel. Ha volt értelme annak, amiről most itt beszéltünk, akkor gondolkozzunk el arról, hogy hatalmas felelősség van ebben az egybélyegző lenyomatban, és nyilván a közösségi és hazai jogszabályok egyértelműen megfogalmazzák a dolgainkat, ezek az apró betűs részek a mellékletekben, és egy brutális képzési kötelezettséget írnak ránk, hiszen még mindig bíznak abban, hogy az állatorvos lesz az, aki ezt az egészet össze tudja fogni és látja, tehát a mezőgazdasági gyakorlattól, betakarításon át minden bejáratos, és ennek alapján meg fogja tudni hozni a megfelelő döntést. Harcanyagokról is lehetne beszélni, de Sótonyi professzor azt mondta, hogy nem lehet. Igen, az élelmiszerlánc információról beszélt a Bognár elnök helyettes úr, és az utolsó mondatom pedig az, hogy nagyon sokszor győzedelmeskedik a józan ész, amikor megtalálunk egy tiltott, toxikus anyagot valamiben, a kereskedelem mindenek feletlenül. Tehát, ha egy füstölt hal terméket a gyártó, a kereskedelmi jogszabályok szerint egy ilyen bántarifa kód alá tesz be, adott esetben minden élelmiszer biztonsági feltétel alól mentesülhet. Erről szólt volna ez az utolsó rész, de az igazán megszállottaknak majd később elmondom, és a legutolsó mondat az pedig az, hogy novemberben, ez évben a Magyar Állatok Világszervezete és az Élelmiszerlánc Biztonsági Elnök helyettes felügyelete alatt lévő hatóságok, valamint a gondolkodni, és az ipar képviselői egy nagy kezdeményezésbe kezdtek. Az Európai Élelmiszerlánc Parlament, mint civil egyesület megalakítását tűztük ki célul. Ezen a rendezvényen az a meglátásunk, hogy tudatosítani kell minden oldallal azt a nagy felelősséget, ami a hatóságunkban, tudatosítani kell azt a felelősséget, aki a többi kezdeményező félem van, és ennek alapján kell elfogadható megoldásokat, javaslatokat letenni az asztalra, és párbeszéddel a már elrontott világunkat, amennyire lehet jó irányba vinni. Azt kérem szépen a tisztelt jelenlévőktől, hogy aki érdeklődik a rendezvény iránt, a Magyar Állatorvosok Világszervezetének a honlapján, jobb híján az MGSZ honlapján és a FVM honlapján, valamint a Lánytori nevén újévi honlapján ezeket a programokat meg lehet nézni, és ha kedvet érez hozzá is, mert most tudja, Dobos Györgyének kolléganőmnek legyen kedves a rendezvény alatt jelezni, hogy össze tudjuk gyűjteni a szükséges székeket erre a rendezvényre. Köszönöm szépen, hogy megvan.